Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok! Jöjjön egy kis Necro Army update! Sokan tudjátok, hogy a nekro Army az egy hatalmas közösség Magyarországon. Ugye valamikor Battlefield 4-ben indult a megjelenéskor, létrehoztunk egy platunt, ami nagyon gyorsan megállt, és azóta minden Battlefield játékon keresztül mentünk, sőt Battlefield 3, hogyha egészen pontosítani akarok, és... Elmondhatni, hogy Steven és a Warframe-ben csúcsosodott ki, ez a közösség tényleg több mint több, jóval több, mint ezer ember számlálunk, akik elmondhatni, hogy megfordultak, voltak és benne vannak a Necro Army-ban, és képviselik a közösséget, a magyar gamer közösséget egyrészt Európában is, mivel hogy elmondhatni, hogy vagyunk már akkorák, és természetesen ez itt nem fog megállni, amit láthattak itt a képernyőn, ez itt Eve Online és Necro Army szeretne egy kicsit kiterjedni Eve Online-ra is. Mit lehet elmondani Eve Online-ról? Azt hiszem, egy olyan játék, ami nagyon-nagyon túlélte az időt. Azt kell mondjam, tehát több mint tíz éve van jelen a gamer világ, és folyamatosan egy sikeres játék. Azt kell mondjam, ami nagyon-nagyon meglepő, azt kell mondjam, a játékok szempontjából, hogy tíz éven keresztül ennyire fenntartja az érdeklődés, viszont azt is tudom róla, hogy Uh, igazi hardcore um, sci-fi fanok, azt hiszem, ők játszák. Tehát ezt a játékot el lehet róla mondani, hogy nagyon mély, nagyon sok van benne. Ugye 10 év alatt elképesztő mennyiségű adat és um, játék, mennyiség gyűlt fel ebbe a játékba, hogy meg lehessen emészteni. Uh, de ez benne a, az egész fantasztikon. Nem beszélve arról, hogy a látványvilága elképesztő. És uh, nem semmi dolgokat lehet benne létrehozni, az az igazság. És most a Necro Army uh, szeretne ide is kiterjedni, úgyhogy íme egy felhívás az Eve Online rajongóinak. Őszinte leszek veletek, én magam nem tudom, hogy mekkora bázisa lehet Magyarországon az Eve Online-nak, de. Ha úgy szeretnél és szeretnél egy klávhoz tartozni, akkor ez most itt megoldható lesz. Nos, aki rá fog kérdezni, hogy én fogok-e játszani az EVE Online-nól, azt kell mondjam, srácok, hogy nem, viszont aki játszik vele az EVE Online-nal, aki szeretné, hogy csináljak róla egy videót és szeretné, hogy beszéljek arról, hogy van egy necro Army az EVE Online-ra, ő az egyik legrégebbi necro Army, és hogy most mondjam, vezető, segítségem a NecroArmy-n belül, és ő sokat játszik EVE Online-nal, és ő szeretné, hogyha a necro Army ott is képviseltetné magát, és ő elvállalta ennek a vezetői dolgait, és küldött nekem egy kis listát, hogy aki szeretne csatlakozni egy újonnan megalakuló klához természetesen, hogy hogy is mondjam, mit, kell tudjon az egészről, és mind a ketten azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy szeretnénk, ha olyan játékosok jönnének, hogyha vannak, és akik játszanak az e-online-nal, akik akik úgy tényleg játszanak a játékkal, szóval úgy szeretik és bevonza őket az ív online világa, mivel hogy a játék hatalmas um, hogy is mondjam tudásbázisa, vagy játékanyaga vagy egyszerűen mindene az idő, amit fel tud elelni ez a játék, ez egyszerűen olyan játékost kíván meg, aki jelen van. Mondok nektek egy történetet, mielőtt elmondanám a részleteket erről a jelentkezésről. Képzétek el, nemrégben hallottam azt a hírt, hogy volt EVE Online-ban egy játékos, aki hat valódi hónapot, tehát nem ilyen EVE Online hónapot, hanem hat valódi hónapot játszott az életéből, úgyhogy hogy belépett egy kalózklámba, mert tudta, hogy ebben a kalózklámban megtalálható három darab, nagyon ritka, nagyon értékes, limitált szériás űrhajó, és hogy eldöntötte, hogy ezt el fogja tőlük lopni. Bekerült a klámba, beépült a klámba, megszerezte a bizalmukat, megszerezte a bizalmukat, és gyakorlatilag hat hónapi munka után ellopta a három, három együtt 300 billió iszket érő um, űrhajót. Tehát úgy, hogy neki volt egy másik 90 billió iszket érő űrhajója, ami 3000 amerikai dollárnak felel meg elképesztő, és ellopta. Hogy történt az eset? Ugye beépült a klámos, és elkezdett bizalmat építeni a klámvezérekkel, és mondta, hogy az űrhajók, ezek a nagyon értékes űrhajók, ugye, és hogyha EVE online elvesztesz egy űrhajót, akkor elvesztette teljesen, és ezek a nagyon értékes űrhajók úgy passzolták egymás között a klámba, mint hogy egy ilyen utolsó játékszer lenne, gyakorlatilag, és eljutott addig, addig épült be a bizalmukba, hogy eljutott addig, hogy, hogy egyszer csak így megkérte a klánvezért, te kölcsön, az az űrhajódat? Igen, és várjatok is, itt a legdurvább lépést tette meg a játékos karrierje: a 90 milliós űrhajóját csak úgy ingyen, semmilyen ár nélkül odaadta a klánvezérnek semmi kérés nélkül, de egyszer csak, tudod, egy pár hónap után így hozzávetette, egy te figyel, dob már kölcsön az űrhajód, szeretnék valamit csinálni, és a klánvezért, hát nesze itt van, és utána jött a pofátlan kérés, megkérte a másik két magasrangú klánvezérét, hogy adják már oda azt a, azt a két űrhajót, és egyszer csak hoppa, két űrhajóval így bocsánat, a három ürőből lelépett a kláma, fantasztikus, tehát egy ilyet azért véghez és olyan három darab, 300 billió, 300 billió iszket érő űrhajója, tehát, ahol egy játékban ez, ez a szintű élmény benne van, és meg létre lehet hozni, az egyszerűen fantasztikus. Uh, Azt kell mondjam, amit a klánvezér reagált erre, miután kiderült, hogy el lettek lopva az űrhajója, hát csak annyit mond, hogy, hogy amúgy fantasztikus barátságot építettek ki ezzel a taggal, uh, és és hogyha ő ezt el tudta érni, akkor egészségére, de meg ne lássák a környéken, mert szonaszét fogják szedni valószínűleg az űrhajóját, úgy, ahogy van. Uh, úgyhogy ez lett az történet végem, nem semmi azért, azt, azt kell hogy mondjam. Nos, viszont térjünk is le a lényegre, a jelentkezési uh, adatok, mit kell, illetve mit kell ti tudjatok a kláról, hogy jelentkeztek hozzánk, és Vaknix nekem küldött egy, egy listát erről, uh, hogy tudjátok, hogy mit és hogyan kell csinálni. Szóval. The Necro Army lesz a Klán neve, a Klán uh, Tag az TNA kötőjel I, mint EVE online, ugye a sec ben Iszeráz Systemben Gitta közelében van, Iszeráz 6 holdja, mondhatnék kell, tehát Iszeráz 6 Muncix, uh, Proper Dynamics Factory a bázis. Linkeket mindehez találtok. A leírás. ennek a videónak a leírásában egy industrial mining clanról van szó, angol tudás az előny, EVE online-ról beszélünk, azt hiszem elég nehéz elmenni úgy vele, hogy az emberek kicsit nem beszél angolul. A klán alapnyelve egyelőre angol lesz, természetesen a magyar nyelv használata oké, és az is, -e, hogyha elég ember lesz benne, akkor eltör, eltörli az angolt, vakmix nyelvet, az angol nyelvet, és teljesen magyar lesz a klán, de ettől függetlenül kell az angol a játék, az EVE-ről beszélünk, legalábbis erősen ajánlott. Tehát Omega, gondolom, az fizetős akkont, az természetesen előny, az alfa, az ingyenes akkont is természetesen teljesen rendben van, kezdők segítése természetesen bármiben. Minden újnak, akinek nincsen bányászhajója, biztosít egy bányászhajót Vakmix, egy venture ami egy alapbányászhajó. skill, skillbookokat, skillbookok? -ok? skillbookokat is biztosít egy adott árig, azt mondja. Orca Mining Boost szinte minden nap, ami, hogyha valaki nem tudja, miről beszéljük, mindenre ott lesz egy link a leírásban. Instant Orpea, tehát aki bányázik, attól felvásárolom az érceket 90% iszkért, amit takar. Például, hogyha 500 ezerért bányálsz valaki, kifizet ő érte 450 ezret gyakorlatilag. A drónok felszerelés biztosítása egy adott árig, megint csak 5%-os tax, elég ember esetén uralmas elkészítését vállal, vállalja. Ne kérdezzétek, ezt ti tudjátok. Highsec PVE rating, nyitott, azt mondja, hogy nyitottak lehetnek lószek felé nyitásra, PVE esetleg PVP célból, PVP leginkább szaspektek ellen. NRDS not, not a red dot shoot szabály erősítése. Oké. Okay. Ingame karakter, Bence Fülöp, szóval őt kell bejelölni, Bence Fülöp. Kell keresni, ugye, vagy szimplán jelentkezzetek az Ingame cor Corporation keresőn át. Legegyszerű mondja a keresésnek, a People and Places menüben a keresőt Corporationre állítani és beérni, hogy The Necro Army. Na, szóval, aki aki most akarna elkezdeni valami oknál fogva az EVE Online-t, annak tudnia kell, hogy a játék ingyenes, de van neki havidíjas változata is. A kettő között a különbség az, hogy ingyenesen rettenet lassú a fejlődés, mint ahogy ez minden ilyen játéknál, a havidíjasnál pedig sokkal több mindenhez hozzáférsz, többek között olyan űrhajókhoz is, melyek ez ingyenes változatban nem érhetőek el. Remélem, srácok, minden tiszta volt, azért, és mondom, leírásban, mindez, amit itt felolvastam, ott lesz a leírásba linkekkel együtt, és megtaláljátok. Tehát remélem, tehát majd biztos vagyok, hogy Magyarországon is vannak olyanok, akik játszák az EVE online e, és hogyha szeretnétek egy klánba jönni, esetleg egy magyar klánba jönni, de nekro lenni, e, akkor, akkor Bencénél jelentkezzetek. Tehát Fülöp, egyszer mondom, vagy a um, The Necro a corporation keresztül rá tudtak keresni minden adat a leírásban. Én addig is köszönöm a figyelmetek, ez egy kis promo videó lett volna, hogy EVE online is természetesen ott leszünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!